Ez a bonyhádi méhész összesen 120 méhcsaláddal dolgozik. Egy sikeres évben 60-70 kg mézet perget le egy családról. Ezzel szemben idén a megszokottnak kevesebb, mint felét tudta kitermelni. Az enyhe tél után a tavasz váratlanul hideg volt, így az akácosok közel 90%-os fagykárt szenvedtek Tolna megyében, mondja Simon János. Valószínűleg a raktára kiürültek, és az idei évben is nem tudják föl, hogy hiánycikk lesz az akácméz. El fog jönni az a karácsonyi időszak, amikor ugye a mézértékesítésnek a fő időszaka, hogy a boltok polcain nem lesz termelői akácméz. A hideg és csapadékos májust egy forró és száraz június követte, júliusban pedig egymást váltják az extrém meleg és a csapadékos hetek. A repce virágzása épp egy ilyen esős időszakra esett, míg a hárs esetében a hőség és a szárazság tette tönkre a virágokat. A helyzet Baranya megyében sem rózsás. Máj Gábor, Baranya megyei méhészeti szaktanácsadó azt mondja, van olyan méhész, aki az idei évben egyáltalán nem pergetett mézet. Azt lehet mondani, hogy a szélsőségek, teljes egészében a szélsőségek éve, aki helyben maradt, nem pergetett, aki tudott vándorolni, az pergetett akácmézet, ugyanis az ország más részein lettek jó mézelési eredmények akácból, itt az idejében nálunk nem. A szakemberek szerint a mézárakat a termelők hamarosan kénytelenek lesznek megemelni, de a népszerűbb termékek, mint például az akác és hársméz hiánya további dráguláshoz fog vezetni.